tömörítés elméleti áttekintése után nézzük meg, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Ha megnézitek például ezt az e-könyv PPTX állományt, akkor ez jelen pillanatban a mérete 1507 kB. Ha a pontos méretét akarjuk tudni, akkor a tulajdonságok menüpontban itt láthatjátok, hogy 1543.124 bájtot foglal el, ennyi a mérete, és a lemez terület egy kicsivel nagyobb, ez a szektorok miatt van, hogy ha már van valami egy szektorban, akkor a háttértárolót, akkor abba a szektorba egy másik állomány részlete nem kerül meg. Tehát, ha nem töltött ki a szektort, akkor bizony az a kicsit üresen marad. Tehát ez az eredeti állományunk. Most jobbegér gombbal rákattintok, és azt mondom, hogy küldés, tömörített mappa, akkor ezt az egy fájlt, ezt az egy állományt be fogja csomagolni az operációs rendszer, és ugyan nem sokat, de néhány kilobájtnyi adatot spórol. Ezt úgy hívják, hogy veszteség nélküli tömörítés. Gyakorlatilag, most ezt letörlöm, azért, hogy mert fölösleges. Összességében, ha több állomány, több könyvtárat akarok becsomagolni, vagy egyetlen fájban látni, hiszen ez is előnye a tömörítésnek, akkor előtte nézzük meg, hogy ez összesen az internetről, az elkönyv és a bennint, tehát ezekben a könyvtárakban lévő állományok összesen 4.499.714 bájtot foglalnak el, és ha most jobbegérgombbal kattintok ezen a területen, küldés, tömörített mappa, akkor ad neki valamilyen nevet, tehát amit át is nevezhetek bármire, és a próba zip 4.300 Igazából ez azért van, hogy ilyen keveset tudunk rajta tömöríteni, mert gyakorlatilag a képeken, az esetek nagy részében, különösen a JPEG-en, hiszen arról megtanultuk, hogy a JPEG képek, azok eleve tömörített képformák, azokon nem nagyon tud tömöríteni a tömörítési algoritmus, és ezért nagyon kevés dolgot spórolunk. Azonban az előnye, ha a méreten nem is tudtunk spórolni, igazából az, hogy egyetlen állományban tudjuk így vinni, hozni, szállítani, esetleg tárolni archívumban, és ha szükség van rá, akkor kicsomagolni.